Na, hello mindenkinek, megint jövök nektek egy újabb videóval. Ahogy azt a címből már kitalálhattátok, a retro telefonnal fogunk foglalkozni, ma csak egy darabbal, és nem is a bolha piacról származik, hanem a marketplace-ről. Úgyhogy tartsatok velem. Ebben a kis dobozban található a telefon, a GLS Hosta XS Pack. Itt van az alja, bontsuk is ki. Kinyitva a dobozt, szépen becsomagolt árut kapunk. Ez valami tatyor, vagy racskó, vagy valami. Ez itt egy töltő. Méghozzá egy szép régi fajta Nokia töltő. Reméljük, hogy működőképes. Nyilván működőképes, a telefonhoz adták. Ez itt egy szép, nagy adag telefon lehet benne. Igen, és ez meg egy kis tömőanyag. Úgyhogy akkor keressük is meg a telefont. Gondosan becsomagolva, nehogy haja essen. És hoppá! Ilyen színűben nem is láttam még. Ja, ez egy egyedi Kawasaki motoros hátlap. Ez meg előről a Nokia 33. Jaj, szegény. 33-20-as, vagyis 32-20-as. Kicsit a gumit le van kopva. Kicsit itt is. Hogy ez gyárilag lenne, ilyen nem hiszem. Hát ez szegény, igen, itt meg van kopva az oldalán a gumírozás. Látszik rajta a kor, nem mai darab. Na, gyárilag nem ez a papír van benne, mert ennek a telefonnak az a jó tulajdonsága, hogyha lepattintjuk a hátlapot róla, akkor ide bármilyen papírt betehetünk, bármilyen képet. Valaki ezt a Kawasaki Ninja-t tette be, hogy jól látszódjon. Ez a kis hátlap egész jó állapotú. Itt látszik rajta egy kis kopás, hogy a kamerájánál ott kiáll, mert ez egy kamerás mobil. Nem úgy szép állapotban van, benne van az aksia is. Az aksia alatt ugye találunk egy SIM kártya tartót, ahová majd mindjárt megpróbálok tenni egy SIM kártyát. Elvileg a telefon T-mobilos, úgyhogy majd a saját telefonomból kell kiszednem. Ez is az én telefonom, úgyhogy mit beszélek. És akkor rá lehet, be lehet kapcsolni. Na, egyelőre csak megpróbálom egy kártya nélkül bekapcsolni. Fölül van ugye a nyomógombja, amivel bekapcsol. Ja, csak pont a másik oldalon kell nyomni. És bekapcsol. Helyezzem be SIM-kártyát. Oké. Mindjárt behelyezünk egy SIM-kártyát. Ó, kis T-mobilos. Nagyon cukor. Na, amíg előszedem a SIM-kártyát, addig megnézzük ezt a töltőt, hogy működik-e. Összeraktam ide a töltőt, és amint látjátok, telefon szépen töltődik vele, úgyhogy ezzel együtt már van két jó Nokia töltő. Megérte megvenni ezt a kis telefont, mert működik is, magyar nyelvű is. Jó töltő van hozzá, úgyhogy most tegyünk bele egy SIM-kártyát, és nézzük meg, hogy milyen. Na, sikerült beletennem egy T-mobilos SIM-kártyát a telefonba, úgyhogy most kapcsoljuk be. Oké, írja be a PIN kódot. Kód elfogadva. Jó kis Nokia logó, T-mobil. Akkor állítsuk be az időt. Na, közben kicsit nézegettem a telefon, de közben le is merült, úgyhogy föltettem szépen töltőre. Kicsit barangolunk a menürendszerébe mindjárt. Na, itt lenne a telefon, belépünk a menübe, üzenetek, hívásinfó, névjegyzék,
Beállítások, galéria, média, szervező. Alkalmazások, fókuszálj már rá. Ilyen szép ugráló ikonok vannak mindenhol. Internet, ezzel már lehetett internetezni, meg fényképezni, ugye hátulján a kamera. Telekom, és az üzenetek újra. Akkor most megnézzük a beállításokat. Választ. Na, a beállításokat. Kicsit a gombja az ilyen érdekes. Be lehet nyomni. Üzemmód. Témák. Hangbeállítások. Fénybeállítások. Megnézzük a fénybeállításokat. Fényhatások be. Igazából most nem látszik. Az előbb, amikor egy üzenetet kaptam, akkor világított az oldala. Személyes hivatkozások. Kijelzőbeállítások. Ezt nézzük meg. Háttérkép, kijelzővédő, mindenki kapcsolva. Színsémák, na ezt nézzük meg. Ó, van itt vörös, kék, szürke, ezüst, barna, zöld, narancssárga. Ó, az a narancssárga jól néz ki. A rózsaszín az nem tetszik. Ez a narancssárga zöld betűkkel, ez jól néz ki. Meg ez a zöld se rossz. Legyen a zöld. Oké, választ. És akkor mehetünk tovább. Menünézet. Na, ezt nézzük meg. Nézzük meg, hogy keretre mit csinál. Mondom, keret. Oké. Ez valószínűleg az lesz, amire gondolok. Igen, ide kirakja nekünk a menüt. Hát annyira nem jól eltalált így ez a menü. De jól néz ki. Na, fókuszálj már te. Oké. Na. Jó. Akkor még megnézzük rajta a legfontosabbat, a játékokat, amit az alkalmazásokon belül találunk meg. És akkor ráhagyunk a játéklistára. Már nyitja is meg nekünk. Water Rapids, az ilyen gumicsónakos. Club Pinball, azt gondolom, hogy ilyen flipperes. Akkor Dance the Light, az arra nem emlékszek. Phantom Spider, az ilyen pókra kell lövöldözni. Adventure. Adventure rész, az meg szerintem autós. Na, azt nézzük meg az autósat. Alkalmazás megnyitása. Na, valami történik. Rá vagyunk, hogy új játék. Egynapos verseny. És akkor én elkezdek játszani vele. Na, hát tévedtem, mert ez nem autós, hanem ilyen biciklis játék. Na, de amiért igazából megvettem ezt a telefont, és ami mindig is tetszett benne, azt figyeljétek. Hát igen, a mai telefonoknál már nincsen ilyen LED világítás, meg ilyen jó ritmusos csengőhangok, meg ilyesmik. Ez biztos, hogy meg lehetett találni, hogyha a sötétben csörgött, vagy ha éppen elfutunk be a szoba sarkába. Ez hiányzik a mostani telefonokból. Na, ez a villogó, ledes, fényes, csengőhangos dolog az, ami miatt megvettem ezt a telefont, meg mert amúgy is tetszenek ezek a régi Nokiák.
De akkor erre a videóra elég is ennyi. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és majd a következőben találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, sziasztok!